munkavállaló élmény, mit jelent ez? Mit jelent ez egy biztosító társaság számára? Ellátogatunk az Unica Magyarországhoz, ahol nagyon élen járnak és nagyon innovatív koncepcióval jelentek meg, nem csak a piacon, nem csak az ügyfelekre fókuszálva, hanem a belső munkavállalókra is. Tartsatok velem az Unica székházába! Négy éve dolgozunk az új stratégiával, aminek az egyik kulcseleme a legjobb ügyfélélmény nyújtása a magyar piacon az ügyfeleknek. És nagyon hamar rájöttünk, hogy ügyfélélményt, jó minőségű gyors szolgáltatást nem tudunk anélkül nyújtani, hogy ne lenne egy olyan környezet, ne lenne egy olyan millió, amiben a dolgozóink elégedetten, elkötelezetten tudnak dolgozni, az extra lépéseket, az extra előfeszítéseket meg tudják tenni. Nagyon hamar eljutottunk oda, hogy a munkavállaló élmény az nagyon fontos eleme a stratégiánknak. Nyilván munkavállaló élmény, mindenki más gondol róla, az egyik legfontosabb dolog, hogy adatokkal is tudjuk ezt alátámasztani, mérni tudjuk, hogy valójában miből is áll ez az élmény, és hogyan fejlődik. Így jutottunk el oda, hogy kell, szükségünk van egy rendszerre, amivel ezt gyorsan, jól mérni tudjuk, és amellett, hogy gyorsan, jól mérjük, az adatokat egyszerűen, érthetően, átláthatóan is minél gyorsabban meg tudjuk osztani a vezetőkkel, hiszen a munkavállaló élmény, illetve az ügyfél élmény, az nem egy HR ügy, az egy üzleti kérdés. Nemzetközi piacon keresgéltünk egy számunkra megfelelő rendszert, amely minden kívánalmunknak megfelelt. Ilyen kívánalmak voltak, hogy egy gyors, felhasználóbarát online rendszer legyen, ami egyébként mobilra is optimalizálható, mind az adminisztrátoronak, mind a felhasználónak, akik alatt a kollégákat, illetve a vezetőket is értem, egy nagyon könnyen, gyorsan használható kérdőíves rendszer legyen. Van gyorsan vezettük be az SAP Qualtrics rendszerét, egy körülbelül 2 hét volt hozzá szükséges, ezt mi is elég gyorsnak ítéltük. Ez egyrészt kellett a rendszer maga, mert ez egy nagyon felhasználóbarát online rendszer, amihez igazából IT-sok nem kellenek. Az SAP Qualtrics megoldása szerintem egy iránytű, ez egy diagnosztikai eszköz, amit a vezetőknek adtunk, hogy a kelléktárukat kiszélesítsük. Nagyon-nagyon nagy előny, hogy a vezetők szinte azonnal visszajelzést kapnak a feltett kérdésekre, könnyen jól használható eszközzel tudják irányítani a csapataikat. Ami én azt gondolom, hogy HR szempontból nagyon előnyös, az, hogy nem egy fekete doboz, hogy mit gondol a szervezetünk, hanem adatokra tudunk fókuszálni. A Qualtrics segítségével nagyon jól fel lehet mérni azt, hogy a szervezeten belül történt változások hogyan hatottak a mindennapi életünkre, illetve a munkavállalóknak a lelki világára. Szerintem mindenkinek nagyon számít az, hogy ha számít a véleménye, és meg van hallgatva, illetve nyilván a visszajelzést is megkapja, hogy egy adott munka, egy adott feladat tevékenység, csoportos tevékenység is akár az ő javaslatára is tud változni. Tehát azt szerintem az elkötelezettségben az nagyon-nagyon nagyot tud dobni előre.